pécsi klubnak Pécsinek kell lenni, és azok, akik bármikor bármit tettek ezért a klubért, azok, akik itthon kell lenniük. Dolgozunk ezen gőzerőkkel, talán ezek a kis ünnepségek, ezek egy kicsit hozzá tesznek ehhez. A második gondolat a személyes, ugye két ünnepeltünk van, Schulteszül a 60. Tom Árpád 55. születésnapját ünnepeljük, január 1-én, illetve január 3-án. Van néhány olyan most itt lévő vendég, vagy volt játékostárs, akikkel ritkábban találkozom, de azért nagyon sokan vannak olyanok, akikkel rendszeresen, tehát rendszeresen futballozunk, kispályázunk, nagypályázunk, ilyen futball tekintetben most a Salgótarjáni torna, ami volt az öreg fiúknak is, tehát azért a zöme azoknak a volt játékosoknak azért összejárunk is, találkozgatunk, néhányan vannak, akik ebből kiestek, de reméljük, hogy ezentúl majd jövőre is gyakrabban fogunk találkozni. Milyen érzés az, hogy megemlékeznek a legendákról itt a Pécsi klubban? Hát nagyon megindító érzés, mert erre nem volt példa az utóbbi időben, illetve hát most az utóbbi talán egy évben volt rá, de korábban nem, és amit azért hiányoltunk mi volt játékosok, hogy egy kicsit ezek a tradíciók nem lettek úgy kezelve, ahogy kellene, vagy ahogy megérdemelték volna sokan. Gondolok itt a búcsú mérkőzésekre, ilyen jellegű megemlékezésekre, születésnapokra, illetve az öregfők csapatnak a megítélésével kapcsolatban, de remélem, hogy ez most már egy olyan példa, vagy hát olyan út, ami tovább fog fejlődni, és hát az egyre több lesz ebből a dolog, ami tényleg nagyon, nagyon kellemesen érint, meg nagyon jól esik. Én 28 éve nem jártam a pályának a közelébe, most vagy belefásult az ember annak idején, amikor ezt befejeztük, de rosszakat hallottam eddig, de ezt nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy ezt a vezetés így gondolkodik, hogy kellene egy kicsit foglalkozni a régiekkel, úgyhogy én nagyon örülök neki, és remélem, hogy ez nem szakad meg, és sokáig fog folytatódni még. Ezek szerint akkor évtizedek óta nem ült össze így a csapat? Pontosan így van. Hát van, aki még öreg fiúzik, nekem valahogy ez nem jött össze az elején se, és akkor inkább maradok a családnál, az unokánál, és hát sajnos az az igazság, hogy ez a 60 év, ez nagyon hamar elrepült, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen gyorsan eltűnik. Ez van, nem lehet vele mit kezdeni, ez tudomásul kell venni. Itt az esemény előtt elcsöptem egy mondatot, kéne az előtérben, mióta nem volt itt a PMFC klubházában? 1995 óta pontosan. Akkor még voltak a vezetőként dolgozni a PMSC-nél, még az Eszterházi Marci, a Tóth Béla, Forszeklász, ez a féle csapatban, és amikor ez részemről megszűnt, akkor azóta nem nagyon voltam itt. És most milyen érzés, hogy újra összehívják a régi nagyokat? Nagyon jó érzés, én nagyon örülök neki. Érzem is azt, hogy ez most nem csak egy hivatalos meghívás akart lenni, hanem érzelemből fakad, tehát lélekből fakad, akarják felébreszteni, vagy feltámasztani, hogy kicsit néha gondoljanak ránk is, és emlékezzenek ránk. Rájönnek itt is arra, hogy az a csapat, amik nincsen, történelmek jelenleg sincs nekünk.